Egy új varrodát alakítottak ki a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. Telephelyén Pécsen, az Edison utcában. Ebben az épületben több helyiségben is dolgoznak a varrónők. Itt megváltozott munkaképességű emberek ágyneműket varnak. A varroda vezetőn kívül még hárman dolgoznak itt. Nekik naponta 15 garnitúra ágyneműt kell elkészíteniük. Párnákat, ágyneműket készítünk, amibe tartozik egy nagy párna, a papla, meg a lepedő. Mindkét szélét behajtjuk 2 centisen, azt egyenesen le kell varni, utána tisztázóval körbe tisztázzuk, és igazából jöhet a vasalás és a csomagolás. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat működteti a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.-t 1996 óta, azzal a céllal, hogy munkát adjanak a megváltozott munkaképességű embereknek. Ez a varroda itt július 1-ével jött létre. A Máltai Szeretetszolgálat által működtetett idős otthonok lakóinak készülnek ágyneműk és konyhai textíliák. 7 idős otthon működtet a Dél-Dunántúli régióban a Máltai Szeretetszolgálat, közel 800 ellátott idős emberrel. Rendkívül nagy az ágynemű és konyhai textília igénye egy ilyen idős otthon üzemeltetésének, nagyon sűrűn kell cserélni őket. Ezt eddig a piaci vásárlásokból oldottuk meg. Az ötlet azért alakult ki, hogy van nekünk is kapacitásunk arra, és egy kis pályázati lehetőségből varrógépekhez is jutottunk, hogy egy saját varrodát alakítsunk ki. Ezek az egyszerűen megvarható konyhai textíliák, ágyneműk, ezek tulajdonképpen megváltozott munkaképességű dolgozókkal és ragyogóan működnek, elkészíthetőek. A beruházás költsége 3 millió forint volt, melyet önerőből teremtettek elő. A varrógépek azok egy réges-régi pályázatból maradtak meg, ami már lefutott, annak a fenntartási időszaka is lejárt, és gyakorlatilag egy raktárban parkoltak, várták ezek a varrógépek, hogy újra hasznosításra kerüljenek. További terveik közt szerepel az idős otthonokban egy karbantartó csoport létrehozása a kisebb-nagyobb felújítási munkák elvégzése céljából. Ezt is önerőből kívánják megoldani.